amiért jöttünk, azt sikerült elérnünk. De elvittük a 3 pontot a Fradi pályáról. Én úgy gondolom, hogy a Fradi a mai napon nem fogott ki valami jó napot. Igazából általában egy hazai csapatnak kellene diktálni az iramot, és igazából ez nem sikerült a Fradinak, inkább a pontrugásokból voltak veszélyesek. És úgy gondolom, hogy kicsit nyugodtabban játszunk, és mi is az elég sok, úgymond ki nem kényszerített hibából eladtunk a labdákat. Ha jobban meg tudtuk volna becsülni, akkor úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb helyzeteket is ki tudtunk volna alakítani. Én úgy gondolom, hogy megérdemelt a győzelmünk. És hát örülök természetesen neki. A közönség viszonylag jól fogadott, de hát mindig van egy-két. Még amikor kevesebben vannak egy-két ember hangja, amit meghallunk, de örülök neki, hogy az én összességében jól fogadtak. Minimálisan az 1 pontért jöttünk ide az Üllői útra, de nyilvánvalóan semmi gond nincs ezzel. Nyilvánvalóan persze egyértelmű, hogy bravúros győzelmet arattunk. És én pont mondtam a meccs előtt, nem is tudom, utána a Gróf Attilának, hogy ugye nyerjünk 1-0-ra egy csúnya öngólocskával. Úgy néz ki, bejött, úgyhogy próbálok majd tippelgetni a jövő heti, meg a soron következő meccsekre is, és bízom benne, hogy be fog jönni. Hát igazából egy kiki meccs alakult ki a mérkőzés, és mindegy csapatnak meg volt a lehetősége, hogy megszerezze a 3 pontot. Nekünk volt először helyzetünk, de a végén a német Gabi azért fogott 2 nagyot, és egy szerencsés góllal, de sikerült elvinni a 3 pontot. Én úgy gondolom, azért a Fradi ennél erősebb, mint a mai napon sikerült bemutatnia. Azért a második hely az azért nem véletlen szerintem. Tehát én voltam egy pár meccsen kint, Győrre ellen például, az sokkal-sokkal jobban játszott a Fradi, és igazából nem csak pontrugásokban volt veszélyes. Az ereje azért egy Heinz, egy Rósa, egy Morales-től, azért az ember kreativitásban, Semblitől. Mi többet vártunk. Hál' Istennek ez így alakult a mai napon, de úgy gondolom az ennél jobb játékosok, mint amit ma sikerült nekik kihozni magukból. Az is meglepett minket, hogy ugye felálltunk az ő kirúgásoknál, és nem tudták kihozni a labdát, és állandóan felévelték. Szerintem ebben a kicsit a bíró is partner volt, hogy körberugatta a 16-osunkat. Azt kell, hogy mondjam, hogy többet vártunk nyilvánvalóan hazai pályán, neki kell irányítaniuk. Mi azért is álltunk úgymond visszább, tehát a kontrát nem feladva, azt mondom, hogy nekik kellett volna irányítaniuk. De igazából mi tettünk azért, hogy nekik ne legyenek lehetőségeik, és így aztán igazából nem nagyon tudtak élni olyan szituációkkal, amiből zicsereket tudtak volna kialakítani. A Fradinak is abból voltak helyzetei, hogy az oldalszabadrugásokból lecsorogott a labda. Hát végülis a gól a szerencsés volt, amit szereztünk. X-szagú volt a meccs, hát most a szerencsésebb csapat nyert.